Szervusztok, Pajtik! Szervusztok, Gazdik! Ma egy más típusú filmmel kedveskedünk nektek. Elmeséljük, hogyan is kezdődött ez az egész a kutyákkal. Tulajdonképpen a gazdáék vettek egy családi házat itt a rendesi telepen. Ide költözött velük egy kis barna kutyus, ő volt Vackor. Nagyon sokáig élt velük, nagyon szerették, majd következett Döme. Döme is egy okos, szép kutyus volt, és ő neki volt a társa, Menyus. Menyus egy csoda volt. Menyus együtt nőtt fel Dömével szinte, és volt egy társuk, egy görény, akit Tádénak hívnak. Tádé volt a gazdáék első görénye. Úgyhogy így kezdődött, ez volt a kezdet. Itt lépett a képbe be egy új kutyus, Tódi. Tódi volt az a kutya, akit már talán ismertek. Legalábbis sokan ismerhetitek, mert őróla már nyugdíjasként a gazda komoly filmeket készített. És ő volt az a kutya, aki nyomot hagyott, hogy úgy mondjam, az interneten. Őt már rendesen lehetett látni. Ő neki már komplett életét végig lehetett követni. Persze vannak olyan képek, mint ezek is, amiket a legtöbben talán nem is ismertek. Illetve ezek még nem igen voltak fent, ezeket csak magáncélra készítették a gazdáék. Nagyon okos kutyuska volt Tódi, nagyon szerették a gazdák, nem kevésbé ő is a gazdákat. És ugye a csöcsös labdája. Nagyon szerette a csöcsös labdát. Vigyázott rá nagyon. Igazi, amerikai. Vastag, jó, kemény anyagból készült labda volt, bírta a kutya nyúzását. Fiatal éveit túl is élte, de sajnos elmúlt a labda. És sajnos Tódi is elment. Még életében lekötötték gazdáék, legyen új Berni pásztoruk. De ő sajnos ezt már nem élhette meg. Sajnos nélküle kellett eltölteni gazdáéknak 3 egész hetet, míg megjött az új kutyus. Itt van, ő az. Figyeljétek csak, Sir Arthur! Autóval érkezett, nem gyaloghintóval, és nyugodtan pihenve, kipihenve mondhatni, érkezett az új birtokára. Széles ásítás, nyugodt jókedv és terepfelmérés után birtokba vette a rendesi telepi kutyabanda helyét. Mellé érkezett a Riegler birtokról Sir Bence. Bence és Arthur egy igazi páros, ilyenből kevés van ám a városba, így már egy komplett falka lett. Jártak ők mindenfele együtt és külön-külön is. Gyönyörű egy társulat, imádják a gazdák. Ebbe a falkába cseppent bele Lili. Lili ez a pici kutya, akit a gazdája elhozott hozzánk bemutatni. Nagyon örültek neki a srácok, megszerették rögtön. Egy hónap telt el azóta, hogy ismét eljöttek hozzánk, és azt mondta a gazdája, hogy itt hagyja nálunk. Mert hogy ő beteg állítólag. Nekünk erről nincsen tudomásunk.
de Lili most már a mi falkánk tagja. Nagyon szeretjük, imádjuk. Sziasztok, Pajtik! Sziasztok, Gazdik! Eddig tartott a film.